Sziasztok! Megtelt az a szatyor, amiben a kiürült szépségápolási termékek csomagolását szoktam gyűjteni, a szemetet pedig le kell vinni, úgyhogy itt volt egy ideje egy elhasználva videónak. Külön gyűjtöttem kategóriánként a termékeket, úgyhogy a testápolással kezdenék, méghozzá az egyik legnagyobb termékkel, a Baba habfürdőjével. Ez a kamillás mézes habfürdő, ezt még otthon vettem, hát legutoljára kb. 2 éve voltam otthon, akkor vásároltam, és az illata egyszerűen fenomenális. Biztos vagyok benne, hogyha megyek majd legközelebb haza, vagy hogyha anyukám majd csomagot küld esetleg, akkor mindenképpen, hogyha nem is egy ilyen nagy, nehéz habfürdőt, de hogy egy ilyen túlsürdőt ebből a kamillás mézes kiadásban mindenképpen szeretnék, mert iszonyatosan szeretem ezt az illatot. Aztán itt van a Credo-nak ez a sarokreszelő ilyen kiszáradt bőrrel távolító habkövem. Én a Credo-tól szoktam mindig újra venni ezt a követ, és csodát nem tesz, nem olyan az embernek a lába, mint hogyha elmenne pedikűröshöz, viszont szerintem ilyen szintfenntartáshoz abszolút jól használható, illetve hogyha nem durva a helyzet a sarkatok környékén, akkor is szerintem elégedettek lehettek vele. Én, ahogy mondtam, mindig ezt szoktam újra venni. Van itt borotva a Wilkinsontól. Most a női borotvát vettem. Én többnyire a férfit szoktam venni, azért mert valamennyivel olcsóbb szokott lenni, és csak annyiban különbözik, hogy a színe zöld. Most a nőit vettem, mert azt hiszem, hogy most kivételesen egy áron volt a kettő. Igen, én mindig ezt a Wilkinson Extreme eldobható borotvát szoktam venni. Eldobható borotvák közül nekem ez az, amivel a legkevésbé tudom magam megfágni. Nagyon szerencsétlen vagyok, hogyha a borotválkozásról van szó. Aztán van itt egy pár dezodor. Első körben spray dezodor. A Rexonától, a Cotton Dry-tól, hoppá, pont rosszul fogom. Van itt 2. És a Shower Fresh változatból is 2. Én szeretem a Rexonának a spritz dezodorait, de ugyanígy szeretem a Nivea-tól, vagy a Dove-tól. Mindig vannak ilyen időszakok, hogy mikor melyiket veszem meg, és aztán utána egy idő után váltok. És hogyha már dezodor, akkor van még itt szintén a Rexonától a Maximum Protection dezodor is, ami nagyon jól véd az izzadás ellen, viszont nem tudom, nekem ehhez a ilyen pinkes verzióhoz most volt először szerencsém, és minden színben próbáltam már ezt a dezodort. Valahogy ez a pink az, aminél a legkevésbé vettem észre, hogy tényleg hosszantartóan védelmet nyújt az izzadás ellen. Valamiért ez annyira nem vált be. Illetve szintén a Rexonától, most ez egy nagyon egy ilyen Rexona tónusú, Rexona hangsúlyos dezodorálós részleg, egy Cotton Dry golyós dezodor, ezt is időnként újra szoktam venni. Van itt egy borotva hab, a Balea Mentől, ezt szoktam venni, mert olcsóbb, mint a női változat, szerintem elég kellemes illata van, jó, mondjuk egy kicsit pasis, de hát a lábam borotválására tökéletes lesz. Amúgy tök jó a habja, és tudom ajánlani. Hoppá, ne borulja! Na már mindegy. Van itt egy pár tusfürdő, kezdjük az ilyen habfürdőkkel. Itt van a Knipe-tól ez a vízimentás, aloe verás tusoló hab, amit nagyon-nagyon szeretek. Nagyon kellemes az illata, ami meg is marad a bőrömön, utána újra is vettem. És itt van egy tusoló hab a Rituals-től, Express Your Soul. Ez egy ilyen citrusos, frissítő illat volt, amit ma reggel használtam el belőle az utolsó cseppeket, úgyhogy kicsit csöpök még belőle a víz, de mindegy. Igen, ezt nem venném újra, azt hiszem, hogy amúgy is egy ilyen limitált kiadás volt, mert így a végére besukáltam az illatától, de ahogy mondtam, a Knipe tusolóhabját nagyon szeretem. Közben bocsánat, hogy itt zörgök, de muszáj megigazítanom azt a kis szatyot, amiben most dobálom a termékeket. És van itt egy fátusfürdő, ez a mézes. Tetszett az illata, nem annyira tömény mézes, mint amit én szeretek. Inkább egy ilyen friss, virágos illat, viszont szívesen elhasználtam. Nem mondom, hogy sosem veszem újra, de mostanában nem viszem.
A tusdesztus fürdőkről már említettem nektek, hogy mennyire szeretem őket. Most egy ilyen citromos, rozmaringos illatút használtam el. Ezt is reggelente használtam nyáron, úgyhogy ez már elég régóta el van használva. Nagyon-nagyon szerettem. És van még egy tusfürdő a Palmolive-tól, méghozzá ez a Mineral Massage, aminek hihetetlen kellemes illata van. Elvileg ebben vannak ilyen bőrradírozók is részecskék. Hát egy ilyen tusfürdőtől szerintem olyan igazán alapos radírozást nem igazán lehet elvárni, ettől sem. Viszont az illatáért oda meg vissza vagyok, most is ott van a zuhanyzóban, mert újra vettem. És van itt egy lábkrém. Annyiszor mutattam már nektek, hogy szerintem a könyökötökön jön ki a Boleának az ureás lábkrémje. Nagyon-nagyon szeretem, nem találtam még eddig ennél jobbat, illetve a Zeba Mednek az intim lemosója, ennél sem találtam még jobbat. Mindig újra veszem, nagyon szeretem. Van itt egy parfüm, méghozzá a James Bondnak ez a parfümje. James Bond 007-es, amúgy fogalmam nincs, hogy ennek van-e esetleg valami külön neve, itt nem látok rajta semmit. Minden esetre imádtam ezt a parfümöt nyáron használni. Én magam is meglepődtem rajta, hogy egy ilyen drogériás James Bondos parfüm, amivel őszintén szólva voltak így fenntartásaim, mennyire bevált, meg hogy mennyire tetszett, és milyen gyorsan elhasználtam. A tartósága nem az erőssége szerintem, viszont ahogy mondtam, nekem az illata nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy nyugodtan szaglászátok meg Rossmannban vagy DM-ben. Szerintem egy ideális nyári parfüm lehet. Jöjjön a szájápolás. Itt van 3 darab fogkrém, 2 egyáltalán nem érdekes belőle, mind a 2 a Colgate-től van, viszont van itt még egy, a Sensodyne-től, méghozzá a Repair and Protect fogkrém, amit nagyon szeretek. Van ennek egy olyan változata, amiben a nevében a whitening is benne van. Most azt vettük újra, és azt még jobban szeretem, viszont én nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy persze, igen, lehet kapni fogkrémeket jóval olcsóbban is, minek vennék egy drágább fogkrémet, mert hogy nem hittem abban, hogy van, hogy különbséget tesz. És azt kell mondanom, hogy de, érezhető a különbség, mióta ezt a Sensodyne fogkrémeket használom. És nem csak én veszem észre, hanem az öcsém is ezt használja, és ő is nagyon elégedett vele. Ennyit erről. Illetve van még itt fogkefe, amiből nem használtam még el mindet. Ezek Curaprox Extra, nem is Ultra Soft fogkefék. Ez egy 3 darabos csomagolás volt, amit én Amazonról rendeltem. Nagyon szeretem a Curaprox fogkeféket, és tudom őket ajánlani nagyon jó szívvel mindenkinek. Hajápolási részleg, jöjjön először 2 darab sampon. Az egyik a Shauma-tól a korpásodás elleni sampon férfiaknak. Ezt már kismilliószor láthattátok nálam. Nagyon-nagyon hatékony volt a vízkető korpásodó fejbőröm ellen. Most is használom, vagy hát most éppen nem, mert most egy másik sampont tesztelek, és pont azért, hogy egy kiforrott véleményt kapjak róla, csak ezt a sampont használom, most nem váltogatom másik samponokkal. Viszont ott áll a zuhanyzóban, és biztos vagyok benne, hogy időről időre újra veszem az illatát, ahogy mondtam, egy kicsit elegem lett belőle, viszont valaki írta nem is olyan rég, hogy azt hiszem, hogy megújult a nőknek való korpásodás elleni samponja a Shauma-nak, mert hogy volt régen is ugyanez a változat a nőknek is, viszont az nem volt annyira hatékony, mint ez, lehet, hogy majd megnézem, hogy az esetleg mennyivel jobb. Illetve itt van a Zeba Mednek a korpásodás elleni samponja. Ezt is újra vettem, viszont egy olyan verzióban, ami a könnyen zsírosodó haj ellen is felveszi a kesztyűt. Szerintem ez is egy jó sampon, ezután sem vízketett a fejbőröm, úgyhogy szerintem ő is ki fog még nálam kötni. Hogyha már sampon, akkor legyen utána balzsam. Méghozzá van itt a Gliscourt-tól egy ilyen hajbalzsam, ami az hát erejét vesztett, elgyengült hajra van elvileg kifejlesztve, mert hogy van benne ilyen triprotein komplex, igen, ezek a hangzatos nevek, ezek mindig így vannak, meg hogy 20%-kal több keratin van benne. Szívesen használtam ezt a hajbalzsamot, egyszerűen az illata, nekem a hajbalzsamnál sokat számít az illat, ennek egy abszolút kellemes illata volt,
viszont van ennél hatékonyabb hajbalzsam a drogériában, méghozzá a Garniernek ez a Váresetze vonalból való hajbalzsamok. Ez most éppen egy ilyen mézes hajbalzsam, amit nagyon-nagyon szeretem, viszont ebből a vonalból az összes balzsam, amit eddig próbáltam, hihetetlenül jó. Tudom nektek ajánlani, tényleg jó szívvel próbáljátok ki, mert nagyon jó az illatuk, meg is marad a hajban, és elképesztően puhává, sejmessé, könnyen kifésülhetővé teszi a hajvégeket. Úgyhogy én nagyon szeretem őket. Ja, és árban is elég verhetetlenek. Van itt egy hővédő a L'Oréal-tól, ezt a hővédőt már másodjára vettem újra, és szerintem többet nem fogom, mert hihetetlenül idegesített a szóró feje, mert ilyen nagy, hát telefröcskölte a hajamat ilyen nagy fehér cseppekkel. Amúgy, hogy ez így mennyire hatékony, mennyire nem, én ezt egy hővédővel sosem tudom eldönteni, de mégis mindig használom. És utolsó körben van itt kettő darab száraz sampon, az egyik a Colette-től. Hallottam erről a márkáról, hogy nagyon-nagyon jónak kéne, hogy legyen. Ugye a Batiste száraz samponok voltak nagyon felkapva, aztán ezek így beültek a drogériák polcaiba, és árbeli változáson mentek át, mert hogy amikor bejöttek a Batiste száraz samponok ide Németországba, akkor ilyen közel 5 euróért lehetett őket kapni, most pedig hát ilyen 2 euró 50-3 euró között van az ára, hogyha jól emlékszem. Aztán jött a Collab, ami ismét egy drágább termék, mert hogy azt hiszem, hogy ez is ilyen 5 euró körül van. Szerintem annyival nem tud többet, nagyon szép a csomagolása, az illata is kellemes, bár nem tudom, engem tökre emlékeztetett az egyik Batiste száraz sampon illatára. Most nem tudom, hogy melyikre konkrétan, de emlékeztetett az egyikre. És igen, ahogy mondtam, szerintem annyira nagyon nem volt jó. Elhasználtam végül is. És van egy új száraz sampon is, ami már nem annyira új, a Schwarzkopf Got To Be száraz samponjáról beszélek, méghozzá erről az extra fish változatról, amit elhasználtam, ami hát szerintem azért most már lassan egy olyan fél évvel kapható a drogériában. Ez is egy kicsit drágább most már, mint a Batiste. Viszont szerintem a legjobb száraz sampon, amit eddig próbáltam. Van ennek egy kék változata is, aminek kókuszos az illata, és az elvileg volument ad a hajnak. Na, az annyira nem vált be, mint ez a zöld verzió, de ezt nagyon szívesen tudom nektek ajánlani. És akkor van itt még 2 darab arcápolási termék, nem túl sok. Bioderma Sensibio H2O micellás víz. Én mindig ezt veszem, mert tudom, hogy ez az egyik legdrágább micellás víz, viszont próbáltam a drogériás társait, egyik sem vált be annyira, mint ez, úgyhogy én szívesen adok ki érte pénzt. Illetve a The Ordinary-nek a hialuronsavas széruma, amit újra vettem, nagyon-nagyon szeretem, és igen, még van itt 2 darab sminktermék, és utána azt hiszem, hogy ennyi volt az annyi. Méghozzá 2 darab szempillaspirálról van szó. Az egyik a L'Oréal-nak a Mega Volume Miss Hippie szempillaspirálja vízálló változatban. Az az igazság, hogy beszáradt ez a szempillaspirál, így nyáron én szinte egyáltalán nem sminkeltem, csak így nagyon ritkán. Úgyhogy így gondolkoztam is rajta, hogy basszus, nagyon keveset használtam ezt a szempillaspirált, hogy mégis miért szárad be. Hát igen, ilyen az, hogyha az ember felbont egy terméket, és utána nem használja, akkor is egy szempillaspirál ki tud száradni, úgyhogy ez kiszáradt. Illetve van még itt egy Lancôme Hypnose, igen, simán Lancôme Hypnose szempillaspirál. Ez egy kis minta volt, amit egy Douglas rendelés mellé kaptam, mert hogy rendeltem a Lancôme-tól, és akkor most lejtettem, szerencsésen mindegy, és akkor kaptam hozzá ajándékban. Volt már egy Lancôme, azt hiszem, hogy a Hypnostar szempillaspirál volt meg, amit nagyon-nagyon szerettem. Ebben nem lettem annyira szerelmes, hogy eldöntöttem volna, hogy kiadok érte 30 eurót, viszont alapvetően egy egész jó hétköznapra való szempillaspirálnak tartom ezt, de szerintem az árát annyira nem ér meg. Mindent megtettem? Igen, igen, szuper. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Írjátok meg nyugodtan, hogy a látott termékek közül van-e esetleg valamivel nektek is tapasztalatotok. Írjátok meg azt is, hogy vegyek-e nyelvleckéket, mert hogy most már
tényleg idegesítenek ezek a nyelvbakik, amiket néha elkövetek. Mindegy, ez csak poén volt természetesen. És köszönöm, hogy itt voltatok, de ezt már mondtam. Találkozunk legközelebb is. Addig is vigyázzatok magatokra, és legyetek jók! Sziasztok!